Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Mi vagyunk a PPH egyik vezetőházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Én Farkas Névet vagyok, a PPH egyik vezetője. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétünkkel, a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeretfejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Egy pár szót szólnánk magunkról. Nekem a PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont már fő tevékenységben csak a PPH tanulói csapat szervezéssel foglalkozom. Porcsalma településen élek, Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében, férjemmel és két kisgyermekünkkel. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert mi már az elején éreztük azt, mikor csatlakoztunk, hogy itt nagyon jó helyen vagyunk. Még nyilván akkor nem láttuk bele, hogy mi az az egész, amiben szeretnénk mi is részt venni, de éreztük azt, hogy ez valamiért nekünk jó lesz. És az 5,5 év alatt, mióta itt vagyunk, ez folyamatosan beigazolódik, hogy életünk legjobb döntése volt, amikor csatlakoztunk a szervezethez, és minden megváltozott az életünkben, és folyamatosan változik jó irányba. Egyre jobb emberek vagyunk, egyre jobb az életünk, minden területe. Mióta itt vagyunk, látjuk, hogy folyamatosan, hogy mennyi mindent nem tudunk még az életről egymás működéséről, az emberek működéséről, és nagyon nagy biztonságot és önbizalmat ad, hogy egy ilyen szervezethez tartozunk. Csodálatos emberekkel körülvéve, csodálatos tanítómesterünk, és tapasztaljuk folyamatosan, csodálatos égi segítséget kapunk nap mint nap. És mostanában, régebben nem figyeltünk annyira fel, de most már tudjuk azt, hogy történik velünk egy dolog, hogy, és akkor egyből mondom, köszönöm Istenem, tudom, hogy te segítettél nekünk. Már nincs az, hogy véletlenül történik valami az életünkben. Tudjuk azt, hogy mi miért történik velünk, miért kell azokat a helyzeteket megéljük, ami történik velünk, és ez nagyon nagy csoda. Mi 5 évet éltünk külföldön, és amikor eldöntöttük, hogy hazaköltözünk, mert hát belülről jött az is, hogy nincs ott semmi keresnivalunk. Nem, ez nem a mi útunk, éreztük, hogy nekünk ott már nem éreztük ott jól magunkat. És az ottani ismerősök, barátoktól csak a lehúzást kaptuk, hogy miért mentek ti haza otthon, mit akartok ti otthon kezdeni. Nem értették. Hazamentek küzdeni a kenyérért, meg hát ilyen jellegű beszólásokat, idézőjelbe. És nagyon rosszul esett nekünk, de nem érdekelt senki véleménye, mert hát ez is biztos vagyok benne, hogy fentről a teremtőink segítettek is. És tőlük kaptuk, belülről jött a sugallat, hogy mi a folyamat, hogy mit tegyünk. És ez tényleg beigazolódik nap mint nap, hogy olyan csodálatosan vezetnek minket az utunkot, hogy nagyszerű érzés. Nagyon... Azóta, mióta itt vagyunk leginkább. Persze, azóta teljesen más az életünk. És nagyon-nagyon boldog és hálás vagyok, hogy egy ilyen csodálatos közösséghez tartozom, mint mi PPH-sok vagyunk. A PPH előtti foglalkozásom az ugye informatika volt, tehát informatikával foglalkoztam. Mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Én is Porcsalma településről jöttem,
a párommal, Szabolcs Szapár-Bereg megyében van. Van kettő kisgyerekünk, egy 6 éves és egy 8 éves. Miért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni? Körülbelül egy évig halogattam azt, hogy megnézzek egy videót, ugyanis nekem a nagybátyám, ő volt, aki hamarabb elkezdte, és rendszeresen hetente, két hetente járta idézőben nyakamra, hogy nyilván nem csak azért jött, de hogy mindig javasolt, hogy nézzek meg egy előadást. De igazából halogattam a döntést, viszont egy év után rászántam magam, és már az első előadás közben eldöntöttem, körülbelül az előadás felénél, hogy ez nekem kell. Miért kezdtem el? Azért, mert azt láttam meg az előadásból, hogy itt egy helyen valószínűleg, nyilván akkor még nem tudtam, de hogy az előadásból az derült ki számomra, hogy itt egy helyen megkaphatok mindent, ami az életem rendbe rakásához szükséges. Na most mit jelent az, hogy rendbe rakás? Jártunk különböző helyekre, rengeteg előadást, képzéseket vettünk igénybe, előadásokat nézegettünk, könyveket olvasgattunk. Ennek ellenére mégis egy hiányérzet volt bennem, bennünk, inkább talán ezt így mondhatnám. És valahogy nem tudtam megfogalmazni, mi lehet az, amit keresek. Így belül, igazából tudatos, nem volt ez annyira nagyon tudatos, de így belül ez valamilyen szinten megnyilvánult bennem, hogy valami mégis úgy van, amit nem találtam meg, valami, amire nagyon nagy szükségünk lenne. És amikor az első eladást megláttam a Szelecsik Miklós mesterkócstól, akkor egy olyan érzés fogott el, hogy na végre ez lehet az, amit kerestem egész életemben. Hát ez az belső érzés volt bennem, hogy na végre megtaláltam, amit kerestem. És nyilván ugye 5,5 éve vagyunk itt, és ezt teljes mértékben tudom igazolni, hogy az akkori megérzésem teljes mértékben helyes volt. A Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító coach képzései által az életemben olyan változások történtek, hogy magabiztosabb vagyok. Tehát nagyobb az önbizalmam. Tehát azt tudni kell, hogy nekem nem volt abszolút önbizalmam. Olyan szinten nem volt önbizalmam, hogy a párom tudja igazolni, hogy ha telefonálni kellett például valahova, mondjuk ilyen hivatalos ügyben, vagy valaki mondjuk engem hívott korábban, nyilván ez sok évvel ezelőtt volt, akkor volt egy ilyen rossz érzésem, hogy tehát egy ilyen önbizalom hiányos dolog volt, és emberekkel nem nagyon mertem, vagy emberek előtt nem nagyon mertem beszélni, vagy tehát ilyen eléggé befelé forduló voltam, és nyilván valamilyen szinten ez még mindig megvan, de rengeteget a párom szerintem tudja ezt igazolni, hogy bizonyítani, hogy ez rengeteget változott, és ezt nagyon nagy mértékben köszönhetem, sőt mondhatni, hogy csak a Szelecsik Miklós mesterkócsnak és a Nyílt Akadémia képzésének köszönhetem, hogy ez teljes mértékben megváltozott. Nyilván az is bizonyíték erre, hogy itt ide kimerek állni, és itt merek emberek előtt beszélni. Tehát ez korábban, ez számomra ez teljes mértékben elképzelhetetlen volt. Ezen kívül sokkal inkább a környezetemben lévő olyan embereket, akik korábban ugye befolyásolták az életünket negatív irányba, sokkal jobban fel tudom ismerni, és sokkal jobban ki tudom szűrni, és ha előfordul egy olyan helyzet, ami ugye elnyomást okoz a számomra, az sokkal jobban tudom kezelni, mint eddig bármikor. Sokkal jobban meg tudom tartani a hangulatomat. Korábban eléggé ingadozott a hangulatom, és nem értettem, hogy miért nem sikerülnek az életemben olyan dolgok, amiket igazából szerettem volna, de vágytam rá, vagy valamilyen cél, és ezek a dolgok például nem jöttek össze, vagy egyáltalán nem úgy jöttek össze, hogy szerettem volna, és nem értettem, hogy ez miért van. Ma már ezt sokkal inkább értem, hogy mi miért történik, és sokkal inkább meg tudom tartani a jó hangulatomat. Tehát ma már, hál' Istennek, eléggé kevés az olyan helyzet, amikor valami, bármi olyan helyzet alakul, ami le tud vinni hangulatban. Jobban ki tudok állni magamért, jobban ki tudok állni másokért, vagy jobban ki tudok állni, sokkal jobban ki tudok állni például egy ügyért, egy nemes ügyért, és így ugye itt nekünk van egy nagyon nemes ügyünk, amit úgy hívjunk, hogy
szeretet, béke és boldogság megteremtése, ugye aranykor megteremtése. Ma már egy ilyen ügyért és egy ilyen nemes ügyért is sokkal jobban ki tudok állni, ami számomra egy óriási változás megint csak. És azt hiszem, hogy röviden talán ennyi magamról. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásra képes majd bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket, messzi idegenből, nem annyira messzi, csak szomszédországból. Itt vagyunk a vezetőkkel, nem minden vezetővel, csak a vezetők egy részével, ugye a magasabb szintű vezetők egy részével. És akkor szeretném kérdezni tőletek, hogy mennyire vagytok elégedettek azzal, amifelé halad jelenleg a világ? Jelenlévők? Egyáltalán. Nem tudom, ti, akik itt tanultok, mennyire tapasztaltok olyat, hogy sok ember azt hiszi, hogy az életük a túlélésről szól, meg arról, hogy minél több pénzt költsenek, hiszen azt gondolják, hogy azért élnek, hogy minél több pénzt költsenek. Nem tudom, mennyire gondoljátok, vagy látjátok azt, hogy az emberek ezért élnek. Mit láttok? Látjátok azt az embereken, hogy azért élnek, mert mit tudom én, mondjuk fejlődni akarnának, úgy általában. Nem igazán, nem? Nem. Hanem, tehát anyagiakba akarnak fejlődni? Gyarapodni, de nem fejlődni. Gyarapodni. Tehát, ugye megnézzük azokat az embereket, akik ilyen idősebbek már, tehát nyugdíjasak, és azon belül is ugye mondjuk olyan 70 év fölöttiek, akkor azt látni, hogy igazából tudnak magukkal mit kezdeni. Tehát azon kívül, hogy mondjuk a nők valamilyen szinten még próbálnak a családdal foglalkozni, de mondjuk a férfiak, akiknek ugye nagy része, tehát például mondjuk egy 70 éves nő egyedül marad, és nem nagyon talál férfit, mert 70 év fölött viszonylag kevés a szabad férfi. Tehát ami azt jelenti, hogy aki nem szabad, az ugye párban van, tehát gyakorlatilag mondjuk a független nők, az idősebb, tehát 60 év fölötti hölgyek, azok sokkal, de sokkal többen vannak, mint a szabad hölgyek. Sokkal, de sokkal többen vannak, mint a 60 év fölötti szabad nők. Tehát mit tudom én, egy faluban
lehet csinálni statisztikát, egy városban nem nagyon. A múltkor az egyik unokabátyám csinált statisztikát, aki már 60 év fölött van jóval, és azt mondja, hogy, hogy gyakorlatilag van az egész faluban egy szabad férfi, 60 év fölött, és kb. 20 olyan nő, aki 19 vagy 20-at mondott, akinek nem tud párja lenni, mert nincs férfi. Hát nincs férfi. Tehát ugye, de miért van ez így? Hát mert ugye a családok, van a férfiak és a nők azt gondolják, hogy azért élnek, mert ugye pénzt kell költeni. De hát gondoljátok végig, ha mondjuk 60 éves kor fölött, ha már nem költött valaki elég pénzt, akkor utána már mire akar költeni? Tehát egy 60 év fölötti embernek általában már megvan mindene. Mire költsön? Akkor ugye marad az, hogy költenek a gyerekekre, költenek az unokákra, nem? És ha a gyerekek meg az unokák azok jobb anyagi körülmények között élnek, akár mint ők, akkor kire költenek? Meg mai világban mit tudnak olyat költeni a gyerekekre, unokákra, ami nekik nincs? Tehát mire lehet, mit? A mai világban, ugye én emlékszem arra az időszakra, amikor egy ember nagyon tudott örülni egy ajándéknak, mert alig volt valamilyen. És mindenek örült, amit ajándékba kapott, mert olyat kaphatott, amilyen nincs. Most gondoljátok végig, ti mivel szoktátok megajándékozni a párotokat, amilyen neki nincs? Hát hogyha éppen szoktál neki mondjuk férfiként virágot venni, akkor egyszerű, de akkor ne egy cserepest vegyél, mert az nem hervad el olyan hamar, hanem vegyél neki ugye szálas virágot, és akkor az elhervad, utána vehetsz másikat. Tehát ugye ebből a szempontból egyszerű, de mit vegyen például a feleség a férnek, érted? Amit a fér nem tud magának megvenni. Sőt, a nők is meg tudják maguknak venni a virágot, bár nem nagyon szokták. De most gondoljátok végig, mai világban hát gyakorlatilag az emberek mindent megvesznek maguknak. Tehát magyarul mondhatjuk azt, hogy mire megöregednek az emberek, mondjuk úgy 60 év fölé kerülnek, érted? Nyugdíjasokká válnak, gyakorlatilag mindenük megvan. Nem? Tehát mindenük megvan. Ami azt jelenti, hogy akkor mi értelme az életüknek? Hát mivel a mindenük megvan, a férfinak már nincs további célja, és a férfiak nagy része meghal. Csinálnak még egy olyan célt, hogyha meg tudják tenni ezt, hogy mennek ide-oda nyaralgatni össze-vissza, de mi van az, ha fizikailag nem bírják? Tehát fizikailag nem bírják, akkor hogy mennek ide-oda? Sehogy. Hát ha fizikailag nem bírják, akkor sehogy nem mennek. Nem? És akkor miért élnek? Miért élnek az életükben? Mi a céljuk? Mi a cél? A nők ugye még valamilyen szinten föltalálják jobban magukat, igaz? De a férfiak kevésbé idősebb korban. Tehát, hogy férfi elmegy nyugdíjba, elveszti az élete értelmét. Tehát magát mit veszít el? Magát azt, hogy fenntartja, eltartja a családját valamilyen szinten, érted? Ezt elveszíti, mert onnantól kezdve nyugdíjat kap. És miért él? Hát a legtöbb férfinek idősként semmi értelme az életének. Szó szerint semmi értelme. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogyha mondjuk 10-20-szor annyi nő van idősként, aki szabad, mert elvesztette már a párját, mint férfi. Mint férfi. Tehát most csak ebből azt akarom kihozni, hogy ilyen életet akarnak élni az emberek? Tehát, hogy kezdenek idősödni, és ahogy idősödnek, úgy megteremtenek nyilván mindent az életükben, és utána miért élnek? Hát nézd meg, én emlékszem arra az időszakra, még ugye 80-as, főleg 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor azt láttuk, hogy a nyugati nyugdíjasok, azok jönnek, mennek, utazgatnak. És mennek a világban. Már nem látni ezt. De nem is azért, mert azt gondolták a nyugdíjasok,
a nyugati nyugdíjasok, hogy ez az életük értelme nyugdíjas korban. Hát most ugye azt szoktuk mondani a nejemmel, hogyha valaki mondjuk a 60 éves korára nem tud egzisztenciát teremteni, hát akkor azt valamit az életében nagyon bénán csinált, érted? Tehát, hogyha 60 éves korában nincs meg gyakorlatilag anyagi java, amire már nem kell többet vásárolni, akkor valamit nagyon bénán csinált. Hát volt hozzá 40 éve, gondold végig. 20 éves korától volt 40 éve arra, hogy az anyagiakat megteremtse. Hát ha valaki 60 éves korára nem tudta megteremteni az anyagaikat, az ássa majd el magát. Nem? Szó szerint. És ugye a nyugati nyugdíjasok is meg tudták teremteni, és utána mi volt az életük célja? Az utazgatás. Én ismerek olyan házaspárokat, nem már, mit tudom, 50 éves kortól mindent megteremtettek, és mit csinálnak? Állandóan utazgatnak, nyaralgatnak. És akkor most mondhatnátok azt, hogy mi is most éppen nyaralgatunk. Jó, azért el szeretném mondani, hogy régen tényleg sokat nyaraltunk, de mindig céllal. Tehát ami azt jelenti, hogy évente egyszer családostól elmentünk külföldre, általában tengerpartra. Ritkán fordult elő, hogy elmenjünk télen is, de volt vagy három eset az életünk során, de általában nyáron a családdal egyszer, és elmentünk a vezetőkkel kétszer. Tehát egyszer nyár elején, egyszer meg úgy nyár végén. Elmentünk kétszer a vezetőkkel. Milyen vezetőkkel? Azokkal a vezetőkkel, akikkel együtt dolgozunk, együtt dolgoztunk, akár annak idején, vagy most is együtt dolgozunk. És most gondoljátok végig, most például egy olyan helyen vagyunk, ahol van medence. Ahol miénk a teljes épület, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy senki más nincs, csak mi vagyunk. Ezáltal a medencében is mi vagyunk, mi használjuk az udvart, mi használjuk az apartmanokat, stb. Stb. És hát tök jó az, hogy úgy tudunk, például most ma úgy tudtunk lenni, hogy ugye itt van 5 házas pár. Az azt jelenti, hogy családostul, gyerekestül is vannak, hát mi nekünk már felnőttek a gyerekek, ugye azoknak nincs, tehát mi nem hoztuk a gyerekeinket, de ugye 3 családban még ugye kiskorú gyerek van, 3 családban ugye itt vannak a gyerekek is. És nagyon jó volt az, hogy van itt az udvaron egy ilyen fedett rész, egy ilyen sütögetésre is alkalmas rész, amit nem azt jelenti, hogy mi sütögettünk, de ott van asztal, vannak székek, mellette nem messze ott volt a medence, a gyerekek ott játszottak, akkor napozó ágyak és napernyők stb. Az udvaron. Érted? És mi meg ott bennültünk, ugye a fedett részbe, abban a sütögetős részbe, ugye 4 férfiak az 5-ből, utána az 5. férfi is társult, de ő nem azt csinálta, amit mi, mert 4 férfiak, mi ott dolgoztunk. A nők csináltak a családi munkákat, amit ugye egy nőnek csinálni kell. Mi meg férfiak, 4 dolgoztunk. Mit csináltunk? Ugye a PPH-val foglalkoztunk, a Nyílt Akadémával foglalkoztunk. Közben akár bemehettünk a medencébe fürödni, ugye munka közben akár nézhettük, hogy a többiek mit csinálnak, közben akár egymás mellett ott beszélgethettünk. Jó, kicsit lassabban ment ezáltal a munka, de tök élvezetes volt, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy itt mi munkával is eltöltjük, meg kommunikációval, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokról beszélünk, ami az épülésünket segíti. Tehát lényeg, fejlődésünket segíti. Tehát lényeg az, hogy mi olyan céllal vagyunk itt, hogy mondjuk van nekünk egy olyan célunk, amit meg kell tennünk, és rajtunk kívül nem fogja senki megcsinálni, az, hogy a Földön 2035-re aranykor lehessen. Tehát aranykor lehessen. Erre. Így. Tehát aranykor lehessen. Ez azt jelenti, nem, nálatok egy kicsit verned, de a képernyő meg pont jó. Szóval, igen. Így akkor. Tehát aranykor lehessen. És mondtuk is azt, hogy itt egy mini aranykort csináltunk most.
Jó, tehát itt az ő család részére csináltunk egy mini aranykort. Tehát ennek az ilyen összejövetelnek, amit mi úgy hívunk, hogy hát mondhatjuk azt, hogy vezetőképző, tehát ez egy külföldi vezetőképző, tehát külföldi vezetőképzőn vagyunk gyakorlatilag jelenleg. Előtte pedig a magyarországi vezetőképzőn voltunk, péntektől vasárnapig voltunk magyarországi vezetőképzőn, nem öt család, hanem akkor ugye 40-en voltunk, csak család nélkül azok az emberek, akik ugye olyan szinten vannak már, hogy a vezetőképzőbe bekerülhettek. Tehát ezt most csak azért mondom el, hogy nehogy félreértsétek, mert mi tudjuk, hogy mi a célunk. Az emberek nem tudják, hogy mi a céljuk, azt hiszik, hogy az a céljuk, hogy visszatérve ide, hogy az a céljuk, hogy túlélés, vagy minél több pénzköltés miatt, tehát a pénzköltés a céljuk, vagy a túlélés a céljuk, ugye a anyagilag rosszabbul engedett emberek esetében a túlélés a cél, a jobban, anyagilag jobban elengedett emberek esetén pedig a pénzköltés a cél. Nekünk nem ez a célunk, nekünk az a célunk, hogy nem vagyunk elégedettek avval a társadalmi formával, ami jelenleg a világban folyik, nem szeretjük ezt a fajta demokráciát, nem szeretjük azt a fajta diktatúrát, ami a világban szokott lenni, nem szeretjük azt a liberalizmust, ami kezdett el uralkodni az elmúlt pár évtizedben. Tehát ez, megnézed, a demokrácia is, a liberalizmus is, a diktatúra is hova vezetett? Hát azt látjátok, hogy az emberek jól érzik magukat a bőrükben? Azt látod, hogy szívesen, vidáman, örömmel mennek dolgozni? Ezt látod? Azt látod, hogy boldogan élik a családok az életüket? Azt látod, hogy nincsenek válások, és a gyerekek nem sínlik meg a szülőknek a konfliktusait? Ezt látod? Nem ezt látod. Pont az ellenkezőjét látod. Tehát egy olyan, és nem azt látod, hogy ezek javulnak, nem azt látod, hogy a párkapcsolatok egyre jobbak, egyre kevesebb a válás, nem ezt látod. Nem azt látod, hogy az emberek egyre boldogabbak, nem azt látod, hogy az emberek egyre jobban érzik magukat a bőrükben. Nem ezt látod, hanem pont az ellenkezőjét látod, és azt látod, hogy ez a romlás folyamatos. Egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb. És ha nem teszünk valamit azért, hogy ez megforduljon, akkor hova fog ez fajulni? Ha megnézed a társadalmakat, arról szólt, hogyha elindult ez a folyamat, ez a romlás, akkor ez azt jelenti, hogy az emberek jó része az meghalt. Tehát még nem is kell arról beszélni, hogy kipusztul az emberiség, bár ugye ha nem lesz aranykor, akkor annyi ennek a bolygónak, meg ugye az emberiségnek. Nem is most, de ezt mondjuk hagyjuk békén most egyelőre. Hát gondold végig, a történelem mit mutat? Azt mutat, hogyha nem volt olyan, hogy megállították. Tehát olyan példa nem volt, hogy ezt a lecsúszást megállították volna, ilyen példa nem volt. Miért nem? Azért, mert nem volt olyan technika, és nem volt olyan módszer, és nem voltak olyan emberek, akik olyan tudást tudtak volna adni az embereknek, hogy ez a lecsúszás megálljon. Tehát itt hiába várunk a vezetőinktől, a hatalmon lévő vezetőktől, hiába várunk bármilyen jellegű megoldást, ha tudnának megoldásokat, akkor mi nem csináltak az elmúlt években, évtizedekben megoldásokat? Miért hagyták azt, hogy a társadalom egyre rosszabb és rosszabb szintre süllyedjen? Miért hagyták? Nem hagyták? Hagyták. Hagyták. Oké? Miért nem hagyták? Mert nincs semmilyen tudásuk, semmilyen akaratuk arra, hogy ez megváltozza. Nem is tudják, hogy miért kellene megváltoztatni. Sőt, van egy mondás, hogy zavarosban könnyebb halászni. Érted? Miért? Még meg is lehet magyarázni, mert nem lát úgy a hal. Ezért könnyebb halászni. Csak az óráig lát a hal. Ennyi, mert zavaros a víz. Oké? Tehát zavarosban könnyebb halászni. És most egy olyan fajta társadalmi
lecsúszás van, érted, hogy egyre zavarosabb a körülmények, és annál jobban gazdagodhatnak a hatalmon lévő emberek. Gondoljátok végig, érted? És annál jobban tudják befolyásolni az embereket a világban. Egy ilyen világot élünk, és erre mi a megoldás? Egyetlen egy megoldás van, egy újfajta társadalmi forma, ami nem diktatúra, nem demokrácia, nem liberalizmus, de nem is anarchia, hanem micsoda? Egy olyan korszak, ahol az emberek olyan tudással rendelkeznek, hogy képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát, hogy képesek ezen a szinten élni. Milyen? Milyen szinten? Szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Tehát együttműködni. Tehát erre lenne a legnagyobb szükség, hogy az emberek tudjanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Hát nehogy már azt mondjuk, hogy az egy szeretet, hogy rábeszélik az embereket, hogy nekik az a megoldás, hogy oltsák be magukat. Jó, ezt most nem csinálják, de csinálták. Oké? És ki tudja, fogják-e még csinálni. Oké? Akkor rábeszélik az embereket arra, hogy mit tudom én, azért, mert egy másik országban háború van, ezért nálunk is háborús veszélyhelyzet van. Akkor utána rábeszélik az embereket arra, hogy hát akkor most energiaveszélyhelyzet van. Akkor most ilyen veszélyhelyzet, olyan veszélyhelyzet, amolyan veszélyhelyzet. Nem azért, de én 2019-ig életemben egyetlen egy veszélyhelyzetet sem éltem meg. Még akkor sem, mikor fölrobbant a Csernobili atomerőmű. Érted? Még akkor sem éltünk meg veszélyhelyzetet. Akkor sem hirdetett akkor a kormány veszélyhelyzetet. Oké? Pedig az eléggé nagy veszélyhelyzet volt. Mert annak a sugárzása, hát az idáig elért bőven Magyarországon, bőven volt még belőle, érted? És mégsem volt veszélyhelyzet. Hát most mi a fészkes veszélyhelyzetek vannak 3 éve? Hol vannak veszélyhelyzetek? Milyen veszélyhelyzet? Na most ugye csak mondok példát. A MOL miatt, mert hogy a MOL karban tartott, ezért ugye tehát a benzinnel, gázolajjal kapcsolatban, tehát az üzemanyaggal kapcsolatban ugye mindenféle korlátozást vezettek be. De ugye nekem nem mondja senki, hogyha egy karbantartás folyik, az hónapok. Egy karbantartás az napok, vagy max. Egy pár hét. Érted? 1-2 hét. És előzőleg is voltak karbantartások, vagy még soha nem volt a MOL-nál karbantartás? Ki a francot ámítanak ebbe a baromsággal, érted? Soha nem volt MOL-nál karbantartás, és akkor miért nem volt veszélyhelyzet? És akkor miért nem volt az üzemanyagnak ilyen szankciója? Érted? A MOL ugyanúgy veszi most a kőolajat, mint eddig bármikor, érted? Hát a MOL-nak Oroszországban érdekeltségei vannak, tulajdonai vannak a MOL-nak, ami azt jelenti, hogy ő kint úgy olcsón megveszi a kőolajat, érted? Tudjátok, mikor kezdett el a MOL tulajdont szerezni az orosz energiatermelésben? Tudjátok, mikor? Na mikor? Még a Kaszpi-tenger környékén volt a, tudod, ahol kijártak az emberek dolgozni, a magyar emberek dolgozni. Hogy volt az? Minek hívták? Nem emlékeztek? Nem emlékeztek, mert én vagyok a legidősebb. Nekem kéne emlékezni, hogy hogy hívták ezt. Emlékeztek erre? Majd a közben eszembe jut a neve. Jó, és azt tudod, mikor volt? 80-as évek eleje, vagy 70-es évek vége. Érted? Akkor szereztek már a MOL, mint akkor magyar állam tulajdona, érted? Részesedést ott a kőolaj és gázkitermelésben, érted? A Kaszpi-tenger környékén. Érted? És azóta is, ugye azóta további részesedést szerzett Oroszországba a kitermelésbe, onnantól,
onnantól, hogy kapitalizmus lett az oroszoknál. Na most, ami azt jelenti, hogy a MOL úgy tud kint vásárolni, érted? Hogy gyakorlatilag orosz cégként, érted? Oroszországban lévő olyan cégként, amely ott állít elő, meg ott termel olajat, meg ott állít elő kőolajat, vagy izét, üzemanyagot, érted? És lényeg az, hogy ezáltal ugye ő kedvezményesen tud behozni kőolajat, meg kedvezményesen tud előállítani üzemanyagot. Érted? És akkor miről van szó? Miről beszélünk? Érted? Tehát gyakorlatilag attól, hogy a EU szankció van, hát de ott tulajdonos odakint a MOL, érted? Egy tulajdonosra nem vonatkozik az EU szankció. Érted? Az vonatkozik a importra, exportra, de ő tulajdonos. Ez olyan, mintha neked lenne kint egy céged, érted, mondjuk egy saját céged, meg egy magyar céged, amely ugyanaz a cég lenne, az egyik a leányvállalatod, másik meg a céged, érted, de a leányvállalatod, és az azt jelenti, hogy szabadon hozod, viszed a termékeket, nyilván ha vám van, akkor vámot fizetsz, de akkor is szabadon megveszed ott bagóért, tehát te nem importálsz onnan ki, hanem hozod a saját magad által előállított termékeket, érted? Csak megfizeted a kivitelére a vámat, ha meg kell fizetni. Érted? Ennyi. Tehát a MOL így működik odakint 40 éve, érted? Vagy még több. 40 éve. Már akkor, amikor ugye még állami cég volt. Most miről beszélünk? Miről beszélünk? Hát a MOL fizetett azért, részt vett abban, hogy a csővezetéket kiépítse. A csővezeték egy része a MOL tulajdona. Miről beszélünk? Érted? Miről beszélünk? És hogy itt ámítják az embereket Gazprommal, meg ilyen hülyeséggel? Hát nevetséges. Nevetséges. Hát lehet, hogy máshol ez gondot jelent, de mi nekünk magyaroknak semmi gondunk nincs a kőolajjal. Érted? Semmi gondunk nincs a gázzal, mert a MOL benne van a gázba is, meg a kőolajba is. Tengíz, eszembe jutott. Emlékeztek erre? Tengíz, Tengízben. Hát oda hordták ki évtizedeken keresztül az embereket. És tudjátok, hogy azért tudták kihordani, mert ott tulajdon szerzett a magyar állam. Érted? Az oroszokkal, akkor még Szovjetunióval volt egy ilyen megállapodás, később az oroszokkal. Miről beszélünk? Ki tudja, hogy más országban ez hogy volt, de mi ebből a szempontból mások vagyunk, mert nekünk ott tulajdonunk van, érted? Magyaroknak. Jó, nem nekünk van tulajdonunk, hanem a MOL-nak. De ugye a MOL-ban azért rendesen van még most is állami részvény. Tehát ugye a Magyar Nemzeti Bank a befektetéseinek egy részét simán rakja a MOL-ba, tehát mondhatjuk, hogy a MOL az részben állami tulajdon is valamilyen részben. Jó, tehát most miről van az szó? Ez egész egy nagy népámítás, érted, itt az üzemanyaggal kapcsolatban. Nekünk az égati világon semmi gondunk nincs, se az üzemanyaggal, igazából se a gázzal. Mert kapjuk. Most gondoljátok végig, itt beszélnek arról, hogy az északi áramlat. Ott fönn Lengyelország fölött, érted, a északi tenger alatt megy egy ilyen északi áramlat, ami megy Németországba, meg mit tudom, azt lezárták a jó múltkor. Mi közünk ahhoz? Mi közünk ahhoz? Mi nem azon kapjuk ezeket a dolgokat az északi áramlaton, hanem errefelé, érted? Más irányból. Miről van szó? Hát most kit érdekel az, hogy ott lezárták? Hát mi meg ugyanúgy kaptuk a gázt, meg a kőolajat. De miért kell ezt csinálni? Hát mert mi nekünk ugyanazokat a szabályokat kell behozni, mint az EU-ban. Az EU egy ilyen nagy baromság, érted? Ha valamiben kitalálják azt, hogy most egy barom dolgot kell csinálni, akkor megcsinálják, érted? Az máshol is. És ha máshol, mit tudom én most energiaveszélyhelyzetek vannak, mert jogos, mert lehet,
és akkor nálunk nincs, de mivel az EU tagjai vagyunk, ezért nálunk is meg kell csinálni, érted? De a fizetéseket azt nem emelik az EU-hoz. Abban nem kell ugyanúgy működnünk, mint a többi országnak, érted, a nyugati országnak. De a nyugati országnál gond van az energiaellátásban, akkor nekünknek is gondnak kell lenni. Hát ez, ez van. De ez már Amerikában is így működik, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Tehát a, ott az államokon belül, csak azt úgy hívják, hogy Amerikai Egyesült Államok. Ezt meg úgy hívják, hogy Európai Unió. Érted? De egyre inkább úgy van, hogy amit ugye elhatároznak, hogy akkor most, mit tudom én, mert öt ország mondjuk bajban van, akkor a többinek is bajba kell lenni. Hát még akkor is, ha nincs bajba. Érted? Hát ez, ez így van. És kinek az ötnek kell? Hát ugye elsősorban Németország, utána másodszorban Franciaország, utána Olaszország, Spanyolország, tehát a nagy népes országokról van szó. És utána már lassan ott van Lengyelország is népességben. Tehát, hogyha ezek a népes országoknál gond van, akkor a többi országoknál is gondnak kell lenni. Hát ennyi. Jó? Tehát csak, hogy tisztában lássuk ezek a dolgokat. Tehát gondoljátok végig, hogyha ilyen népátverések vannak, akkor gondoljátok, hogy jobb lesz itt valamikor. Mert itt nem lesz jobb. Tehát az biztos, hogy nem az a törekvés van itt Európában, itt Európai Unión belül, hogy a népnek jobb legyen. Ez biztos. Tehát itt vagy a nép elkezd tanulni, aztán lehet, hogy majd választanak olyan embereket, vagy nem hagyják magukat befolyásolni. Érted? Vagy választanak olyan vezetőket, akik normálisabbak, hát vagy gond lesz továbbra is. Érted? Na most, ugye nem csak ez a probléma, hanem az a probléma, hogy itt 2030-ra a bolygón, 35-re a bolygón aranykornak kell lennie. Az aranykor pedig azt jelenti, hogy szeretetben, békében és boldogságban kell élniük az embereknek. Egy olyan társadalmi forma, ahol nincs elnyomás, hát most van, bőven, tehát amikor nincs veszélyhelyzet és veszélyhelyzetet hirdetnek, az eléggé gáz. Jó? Tehát az eléggé probléma, az eléggé nagy elnyomás. Jó? Tehát amikor, mit tudom én, embereket rá lehet arra venni, hogy úgy oltassák be magukat, mit tudom én, egy bizonyos betegséggel szemben, hogy azt se tudják, hogy még azok se, akik beadják az oltást, hogy mi van abban az oltásban, ez azért nagyon zűrös. Tehát ez azért nagyon zűrös, de nem csak, tehát bármilyen betegséggel kapcsolatban, érted? Hogyha nem megállapítható, hogy mit tartalmaz, és nem is tudja senki megállapítani, hogy mit tartalmaz az oltás bizonyos betegségek esetén, és az embereknek azt beadják, akár egy gyereknek beadják, érted? Az azért nagyon zűrös. Hát ha ez nem elnyomás, akkor mi a jó Isten? Tehát ugye most már van olyan technológia, hogy gyakorlatilag bármit bele tudnak rakni abba az oltásba. Tehát ilyen nano, úgynevezett nanotechnológiák vannak, hogy gyakorlatilag még szinte mikroszkóppal is bajos kimutatni a nanotechnológiát, az ilyen különleges mikroszkópok kellenének, tehát hagyományos mikroszkóppal nem is mutatható ki, csak olyan, ami a már az ilyen nanotechnológiát is tudja kimutatni. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy ez nagyon, nagyon nagy elnyomás, tehát ez, ha jobban megnézzük. Tehát arra építeni, hogy az emberek tudatlanok, és ezért azt csinálunk velük, amit akarunk, ez azért nagyon, nagyon nagy elnyomás. Tehát ennél nagyobb elnyomást nem lehet elképzelni, mikor a tudatlanságot emberek kihasználják, érted? Tehát mikor a hatalom meg a vezetők kihasználják az emberek tudatlanságát, már pedig ez van. És ha te azt mondod, hogy nem használják ki az emberek tudatlanságát, akkor te vagy a legtudatlanabb. Tehát ennyire, mint amennyire most kihasználják az emberek tulajdonságát, vagy tudatlanságát, hát ilyen nem volt az ennyire, az, amit én meg tudtam élni szocializmust, abban ilyen nem volt.
Tehát ott is kihasználták valamilyen szinten az emberek tudatlanságát, de nem ennyire, mint ami most van. Tehát szó szerint azt lehet mondani, hogy a hatalomban lévő emberek, azok valami, én nem is tudom, minek nézik az embereket. Tehát a legjobb mondás, nincs is talán más mondatunk ezzel kapcsolatban, mint az, hogy mikor azt mondják, hogy hülyének nézik az embereket. Szó szerint. Tehát erre nincs más, nem tudsz mást mondani, más kifejezést mondani. Úgyhogy itt a hülye szót kell alkalmaznom sajnos. Pedig nem nagyon szeretném. Hát az, hogy hülyének nézik az embereket. Jó? Tehát, és az emberek kaptak rajtunk keresztül egy utolsó esélyt. De mi az, hogy kaptak? Kitől? Tehát ott kezdődik a dolog, hogy itt van egy tizedik életterület, lehet kicsit utána nézni ezeknek a dolgoknak, ezeket lehet azt mondani, hogy UFO észlelés. Érted? Kismillió UFO észlelés volt már a világ, mióta a világ, még az ókorban is leírták ezeket az UFO észleléseket, és azóta az ókor óta, tehát mióta írott szövegeink vannak, azóta van UFO észlelés. Tehát mit jelent az UFO észlelés? Az azt jelenti, hogy földön kívülek, jönnek-mennek. Ugye annyi jövet, tehát annyi a különbség, hogy milyen sűrű jönnek, mennek, vagy milyen formában jelennek esetleg meg, mondjuk testi formában, milyen testi formában jelennek meg esetlegesen az UFO-k, de ugye ez ritka, hogy testi formában észleljenek UFO-t, általában inkább éppen haladó tevékenységet látnak az UFO-knál, vagy éppen fel- vagy leszálló tevékenységet észlelnek az emberek az UFO-knál. De ez azt jelenti, hogy igazából felsőbb rendű lények vannak. Most ugye régóta az emberek azt mondják a felsőbb rendű lényekre, hogy istenek, ugye az új meghatározás szerint már nem is felsőbb rendű lények, már nem is istenek, hanem UFO-k. Szóval nekem tök mindegy most, hogy valaki felsőbbrendű lénynek mondja, vagy valaki UFO-nak mondja, vagy Istennek mondja, nekem ez mindegy. Én Istennek mondom, meg az Istenemnek mondom, de az egy dolog. Szóval lényeg az, hogy nálunknál sokkal fejlettebb lényekről van szó. Na most, ha ezek ugye itt jönnek, mennek, közlekednek, valami céljuk van vele, nem? Tehát, és... Hát én úgy képzeld el ezt az egészet, mint mikor egy felsőbbrendű lénynek van egy olyan udvara, ahol alsóbbrendű lényeket tart. Hát ezt most úgy hívják, hogy állatokat tartunk, ugye? Akinek van állata, nekünk max halaink vannak. De hát az kicsit alsóbb rendű lény hozzánk képest. Na most, hát, de azok állatok, ugye azért mi még reméljük, hogy nem állatok vagyunk, hanem értelmes lények. Mondjuk hozzájuk képest azért kevésbé, de nem is ez a lényeg, hanem, hát most gondold végig, az emberek is tartanak alsóbb rendű lényeket ugye maguknak, van amit úgy tartanak, hogy nem is tudnak róla, vagy nem is szeretnék, hogy legyenek. Ugye, hát, de mégis van, na most a fentieknek meg mi vagyunk az alsóbbrendű lények. De hát ez sem mindegy, hogy milyen célzatból, nyilvánvalóan egy olyan célzatból, hogy hát ha ebből az alsóbbrendű lényekből egy pár egy tanul, és akkor felsőbbrendű lényé válik. Hát még egyszer. Tehát hát ha ebből a sok alsóbbrendű lényből tanulás révén, felsőbb, meg tapasztalat révén felsőbb rendű lényé válnak. Oké? Tehát ez olyasmi, mikor, mint mondjuk, itt fognád, és ilyen teljesen neveletlen, szó szerint neveletlen, tehát a kutya se nevelte őket, neveletlen gyerekeket
nem tudom én mondjuk, egy csomót kivennél. És akkor elkezdenéd őket arra nevelni, tehát nevelni, arra indítani őket, hogy hát ha olyanok legyenek, mint te vagy. Érted? Mármint úgy értve, hogy olyan okos, értelmes. Érted? Na hát most így vagyunk, hogy de mondjuk ezt úgy csinál, úgy gondold végig, mintha lenne egy olyan fajta ellenlábasod, aki meg azt akarná, hogy maradjon olyan tudatlan, mint volt. Érted? Tehát te tennéd a dolgodat, hogy minél okosabb, értelmesebb lenne, de az ellenlábas az mindig azon ügyködne, hogy maradjanak olyan tudatlanok. Na, valahogy így képzeld el az emberiséget, hogy itt van az emberiség, és ugye hozzájuk képest mi tudatlanok vagyunk, és azt szeretnék, hogy olyan tudással rendelkezzünk, tapasztalattal, stb. És olyan jó működésűek lennénk, mint ők. Persze ugye itt a felsőbbrendű lényeknél is van ugye többféle jóság, tehát vannak ugye magasabb jósági fokkal rendelkező lények, és vannak alacsonyabb jósági fokkal rendelkező lények, és természetesen vannak, hát mondhatjuk azt, hogy gonosz lények, akik többé-kevésbé gonoszok, ami azt jelenti, hogy vannak olyanok, amik kevésbé gonoszok, és vannak olyanok, amik gonoszok. Most a világegyetemről beszéltünk. De itt a Földön, ugye itt ha megnézzük, ha jobban körülnézek, akkor látod, hogy ilyen kettős működés van. Tehát jelen van a gonosz valamilyen szinten, tehát itt vannak a gonoszságok, ahol elnyomás folyik, ez a gonoszság, és jelen van a jó is. Hát most ugye egy kérdés van, hogy az emberek kikre hallgatnak, a jóra vagy a gonoszra. Hát mindig ez a kérdés. Gondold végig. De hát most azt is gondold végig, hogy te melyik mellé akarsz állni. Jó mellé, gonosz mellé, ugye a gonosznak mi a fontos? Hát a gonosznak az a fontos, hogy az ember minél tudatlanabb legyen, hogy minél könnyebben befolyásolják az embereket, nem? Hogy a sok ember, sok tudatlan ember, az minél inkább azt csinálja, amit a gonosz akar. Érted? Na itt az óriási különbség. Ugyanis egy okos, értelmes, olyan ember, aki az élet és az ember működését ismeri, és az életének az irányítását a kezébe tartja, annak nincs szüksége óránál fogva irányításra. Viszont egy tudatlan embert az óránál fogva lehet vezetni. És ha egy tudatlan embert nem vezetsz, akkor gyakorlatilag nem tudja, mit tegyen. Érted? De egy tudatos ember pedig nem fogadja el azt, hogy őt állandóan vezetni akarják. Érted? Nem fogadja el. Ami azt jelenti, hogy ő vele beszéljék meg, hogyha valamit akarnak vele tenni, és ha ő avval egyetért, akkor majd teszi. Érted? A tudatlan ember, meg ott nincs ilyen. Ott hiába beszéled meg vele. Annak semmi értelme. A tudatlan ember az fogja, és elkezdik őt manipulálni, és azt csinálja, amire manipulálják. A jó állapotú embert, a tudatos embert, a jó embert, érted? Azt még manipulálni se lehet. Csak drogokkal lehet manipulálni. Érted? Hát mit gondolsz, miért kellenek a drogok a világban? Hát most gondold végig, hogy 93-tól volt 2018-ig egy új generáció, azóta elindult egy új generáció, de az még egy nem komplett generáció. Tehát 93-tól 2018-ig az egy komplett generáció. Előtte 68-tól 92-ig volt egy következő generáció. Egy előző generáció. Előtte azt mondja, hogy 68, de ha jól emlékszem, hogy is van az, hogy 68, akkor 67, 66, 65,
64-63, tehát 43-tól, tehát 1943-tól volt, a 43-tól 67-ig lévő generáció. Tehát ezt megnézzük, ez három generáció. Tehát 43-tól 67-ig, 68-tól. Azt mondja, hogy 92-ig, és a következő pedig 93-tól 2018-ig volt. Ennyi generáció, ez négy generáció. És ha megnézed ezt a négy generációt, akkor nézd meg azt, hogy melyikek voltak a legtudatosabbak. Az azt jelenti, hogy minél újabb generáció, annál kevésbé tudatos. Most felnőttekről beszélek. Tehát felnőttekről, ugye aki 93-ban már született, az már felnőtt javában. Nyilván aki 2018-ban született, még nem. De meg tudod nézni, hogy a legértelmesebbek nem a 43-tól 68-ig születettek voltak, nem, hanem a 93-tól 12-ig születettek. Tehát ahogy a generációk jöttek, váltás, annál értelmesebbek születtek. De mégis felnőttként sokkal tudatosabbak voltak a 43-tól 67-ig lévő generáció. Pedig sokkal kevésbé voltak értelmesek születésüknél fogva, mint a 93-tól született generáció. És akkor hogy lehet ez, hogy sokkal értelmesebbek megszülettek az új generációk, mint a régiek, mégis a régiek felnőttként sokkal tudatosabban működtek, mint most a 93-tól születettek. Megnézed a 93-tól született generációt, annak egy része még iskolába jár, és mit tudom én, elküldöd őt mondjuk kollégiumba, és mit csinálnak a kollégiumban, mi a legfontosabb? Három dolog. Pia, szex, drog. Ez a három legfontosabb dolog a kollégiumban. Pia, szex, drog. Ha beirattad őt kollégiumba. Akkor ott van mondjuk négy évet a kollégiumban, mondjuk egyetemi kollégium, vagy középiskolai kollégium, és egy tök normális gyerekből zizi gyerek lesz, mire hazajön négy év múlva, érted? Úgy, hogy sokkal értelmesebbek voltak a 93-tól született generáció, mint a 43-tól született generáció. Érted? Tehát ezt vedd már észre, hogy mi folyik ebbe a világba? Tehát leküldik a fentiek a sokkal értelmesebb gyerekeket, érted? És erre sokkal jobban el vannak szúrva a későbbi generációk, mint az előzők, akik sokkal kevésbé voltak értelmesek. Az én generációm, ugye én 61-ben születtem, az ugye ebből a szempontból ugye az első generáció volt, mert ugye négy generációról beszéltünk. És hát gondold végig, az én generációm az közel nem bonyolít le annyi válást, mint mondjuk a 93-tól született generáció. Az, például az én fiam, a nagyobbik fiam, az 6 hónap után tehát válik. 6 hónap után eldöntötték, hogy válnak, érted? 6 hónap után. Tehát összeházasodtak januárban, és június végével, legvégével eldöntötték, hogy elválnak. Ennek megvan az oka, mert mit tudom én, a barátnője az 3 évig félre. Tehát volt neki barátja a fiam mellett. Érted? 3 évig. És közben végig csináltak egy úgy, hogy a szülei beleegyezésével, a szülei tudtak erről a fiamon kívüli kapcsolatról, hát képzeld, milyen etikus szülők, a szülők tudtak róla, és mégis mondták a lányuknak, hogy menjen hozzá a fiamhoz. Érted? Mégis. Mégis finanszírozták az esküvőnek egy részét, a felét,
mégis finanszírozták valamilyen szinten, adtak pénzt közös lakás vásárlásra, jó, nem sokat, tudom, 2 milliót, de ők finanszírozták a lakástakarékpénztárát a fiam feleségének, érted? Tehát most gondold végig, hogy ilyenek vannak, tehát a mi generációnk nagy ostobaságában, érted, tudatlanságában a saját gyerekét, aki 93-as születésű, érted, ilyet csinál, ilyenbe támogatja, érted? Tehát az én generációm az új generációhoz képest ostoba, szó szerint, tehát buta hozzájuk képest, itt látszik is a óriási butaság, és az új generációnak meg nincs rendben az etikája, érted? Mert az egy etikátlanság magamra nézve, hogy mit tudom, elmegyek egy kollégiumba, és akkor semmi más nem érdekel, csak a pia, a drog, meg a szex, érted? Ez azért óriási etikátlanság. Tehát van egy etikai szabály, illetve két etikai szabályról beszélek. Az egyik etikai szabály, hogy ne tegyél a saját szervezeteddel olyat, ami az ártalmát szolgálja. Nekem nem mondja senki azt, hogy a mérhetetlen mennyiségű alkohol, ami ugye részegséget okoz, az nehogy már valaki azt mondja, hogy tök egészséges. Hát, ha valaki ezt beri mondani, hogy az egészséges, hát én nem is tudom arra, mit mondjak. Szóval a lényeg az, hogy vagy megnézzük tovább. Nehogy már valaki azt mondja, hogy a drog az egészséges. Nehogy már azt mondják. Érted? Na most, akkor nehogy már azt mondják, hogy az egészséges, tehát van egy etikai szabály, ez a következő, hogy ha neked van egy szexuális kapcsolatod valakivel, akkor nem létesítesz más személyen szexuális kapcsolatot. Ennek két oka is van. Egy egészségügyi oka van, másik meg erkölcsi oka van. Oké? Tehát ez a két oka van. Tehát erkölcsi és egészségügyi oka van ennek a két dolognak. Tehát az ember ne csináljon olyat, ami az erkölcsbe ütközik, és ne csináljon olyat, ami az egészségbe ütközik. Jó? Miért? Mert ha megint egészségbe ütközött csinál, akkor olyat csinál, ami a saját szervezetére, a saját testére káros, saját magának káros. Tehát ez etika. Jó? És gondoljátok végig, hogy milyen világban élünk, ahol, mit tudom én mondjuk, szülők belemennek abba, érted, hogy tudják, hogy a lányuknak van egy barátja, de azért menjen hozzá a régebbi barátjához, érted? Ez nagyon gáz. Tudják, hogy a lányuknak barátja van, érted? És akkor a régebbi barátjával vegyen közösen egy lakást, érted? És ahhoz ugye össze kell házasodni, meg stb. Érted? Ez azért nagyon gáz. És akkor azt gondolták, hogy ez sose fog kiderülni. Mert ha valaki botlik, hát azt mondják, hogy a lónak is 4 lába van, mégis megbotlik. Ha valaki botlik, a botlást ugye etikai szempontból ugye meg lehet bánni. De most gondold végig, ha valaki 3 éves kapcsolatban van valakivel, azt nem lehet megbánni. Nincs megbánás, érted? Tehát 3 évig, mit tudom én, a hét egyik felében az egyikkel szexel, a hét második felében meg a másikkal szexel. Szó szerint, értsétek. Szó szerint, érted? Szó szerint. Tehát 2-3 napig ezzel, 2-3 napig azzal hetente. Érted? És jó, a másik barátja azt tudta, hogy neki van egy pár kapcsolata. Hát ott volt az esküvőn is, és ráadásul ugye a fiamnak a barátjáról volt szó. Meg volt hívva az esküvőre. Ráadásul még a szeminárium is ott dolgozott az apsi. Érted? Oda is meg volt hívva. Képzeljétek el? Hát ki a franc gondolt ilyenre? Hát ez a filmekben, érted? Hát most gondold végig. Hát ez hihetetlen. És akkor még fizetést is adtunk neki. Tehát
etikai szempontból rendes sérülések történtek, és ugye miért tud etikai szempontból így leromlani egy etikus gyerek, tehát úgy értve, hogy hát mindenki etikus gyereknek születik, és ugye az újabb generációk azok még etikusabbnak születnek, tehát mivel ugye okosabbak, értelmesebbek, még etikusabbak, és hogy a manóba vész így el az etika, ez mind az elnyomásnak köszönhető. Tehát ugye azt senki nem mondja azt, hogy ma az oktatási rendszer például az jó. Tehát senki nem mondhatja ezt. Tehát ha mondjuk olyan lenne az oktatási rendszer, mint az én időmben volt, akkor mondhatnánk, hogy az jó lenne. Tehát ma az oktatási rendszer az olyan. Tehát azért jutott oda, mert körülbelül megötszöröződött a tudás, és egyszerűen nem lehet azt a mérhetetlen mennyiségű tudást azt megtanulni, és ráadásul érthetetlen, tehát még inkább érthetetlen a tudás megértése, mint anno annak idején. Szóval lényeg az, hogy a szülők nevelése a múlthoz képest, szóval csapnivaló, és az egész is, tehát a szülők nagy része azt gondolja, hogy a gyerekének a nevelése az nem az ő feladata, hanem az iskolának a feladata. És ez olyan, csak hogy ebben kapcsolatban mondjak egy dolgot, jó? Tehát ez olyan, mint annak idején, az én időmben láttuk a különbséget, hogyha valaki nem családban nőtt fel, hanem állami gondozásban. Tehát magyarul nem család nevelte őt, hanem állami gondozásban nőtt föl. Az állami gondozottak jó része az bűnöző lett. Érted? Bűnöző lett. Egy jó része. Tehát ami azt jelenti, hogyha egy gyerek nem kap családi nevelést, hanem nevelje az iskola, érted? Akkor hát annak a jó része az bűnöző lesz. Most, hogy mi miatt lesz bűnöző, azért, mert iszik, vagy azért lesz, mert szexmániás lesz, vagy azért, mert állandóan piás lesz, és ott amiatt nem lesz önkontroll, ez most részletkérdés. Érted? Mert ez például az állami gondozásban lévő gyerekek nagy részén is az volt, hogy sokkal hamarabb szexeltek, mint a családban felnőtt gyerekek. Tehát, hogyha a szülők az iskolára bízzák a gyereknevelést, és nincs gyereknevelés, mert már a gyereknevelés is liberalizált, nem az is liberalizálva van, onnantól kezdve, gondoljátok végig, ha nincs gyereknevelés, és a liberalizmus uralkodott el mindenhol, már pedig ugye látjátok, hogy az uralkodik el, tehát ugye egyszerre van diktatúra, és egyszerre van liberalizmus. Tehát ilyen a történelemben nem volt, ez most kísérleteznek ezzel. Tehát olyan nem volt, hogy diktatúra is, meg liberalizmus is egyszerre. Tehát ha megnézed, a történelemben ilyen nem volt. Érted? Lehet, hogy volt a Római Birodalomban még valamilyen szinten, de nem voltunk ott, azt írnak arról, amit akarnak, de mióta emlékszünk, ilyen nem volt, hogy liberalizmus. Tehát ahol diktatúra volt, ott nem volt liberalizmus, bárhol. Érted? Most diktatúra is van, és liberalizmus is van. Tehát egy részről ugye kontrollálni akarnak mindent, ugye a diktatúrának ez a lényege, más részről meg akarnának engedni egy csomó olyan dolgot, amit meg nem szabadna engedni. Tehát mit tudom én, mondjuk szexuális oktatást csináljanak a gyerekeknek, mit tudom, óvodáskorban, meg alsó tagozatban, érted? Hát ez nem volt véletlen, hogy tabu téma volt az, ugye a szexualitás, ugye mondjuk 12 éves vagy 13 éves korig, érted? Az embereknél. Tehát ez nem volt véletlen. Tehát ha ugye erkölcsi nyitottságot tanítanak az embereknek, akkor felbomlik a társadalom erkölcse, és akkor a társadalom erkölcse felbomlik, akkor minden felbomlik. Nem tudom, tudjátok-e, hogy
az etikátlanságok az az erkölcstelenségekkel kezdődnek. Mindig is így volt. Tehát onnan indul az etikátlanság, hogy erkölcstelenség. Na szóval mindegy, lényeg az, hogy érdekes társadalmi formák vannak itt a bolygón, érted, és érdekes működések folynak a bolygón, ha te nagyon ezzel elégedett vagy, akkor csináld a dolgodat, de akkor az, hogy nem fogod megérni az aranykort, a 2035-ös időszakot, az hol biztos. Ebben biztos lehetsz, hogy nem fogod megélni. Jó, tehát mindjárt megyek oda, hogy lássuk még egyszer. Ti látjátok, hogy hol mozog a gerem? Aha, megvan. Jó, most már én is látom. Hogy ide. És akkor nézzük. Jó, tehát 2035-öt nem fogod megélni. Tehát vagy tanulsz és fejlődsz, és kitűzött célul az, hogy csináljunk egy olyan társadalmat, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban tudnak élni. Hát vagy szenvedj, ameddig szenvedhetsz, aztán utána majd ugye élsz, ahogy élsz, és halsz, ahogy halsz, érted, majd meglátod. Egyébként én mindig megfigyeltem azt, hogy ha valaki túl sok ártalmas cselekedetet csinál, akkor az életének az utolsó szakasza, a halála előtti utolsó szakasza, az kegyetlen. Az kegyetlen. Tehát én ezt mindig megfigyeltem. És ha valaki pedig viszonylag nem csinált, nagyon sok ártó tette, tehát viszonylag jó ember volt, de mégse tett olyan dolgokat, amit meg kellett volna tenni, mert gondoljátok végig, azért a jó emberek, azok sok jót tudnának tenni. És a jó emberek közben olyan sok jót nem tesznek. És ha a sok jó ember meg mulaszt, akkor fogják és így kivonják az élők sorába. Érted? Így viszonylag gyorsan. Miért? Mert igazából nincs céljuk. És tudod, mi a gáz ezzel? Hogy neked lesz egy következő életed is. És én nem szeretnék a te bőrödbe lenni a következő életedben. Tudod? Tehát, ha túl sokat mulasztasz, vagy túl sokat ártalmas cselekedetet végzel, akkor én nem szeretnék a te bőrödben a következő életedben lenni. Jó, maradjunk ennyibe. Én azt tudom, hogy én engem erről a bolygóról el fognak vinni. Tehát én itt nem fogok meghalni. Engem el fognak vinni. Oké? Tehát én erről a bolygóról, ha aranykor lesz, ha nem, én nem távozok halottként. Érted? Kérdés az, hogy te mit szeretnél. Oké? Ez a kérdés. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, elnézést a technikai gondokért, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szerdőcsik Miklós mesterkócsnak ezt a fantasztikus képzést. Nekem életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem itt a tanulást, és hogy azóta is itt tanulok. És azt javaslom neked is, és bíztatlak rá, hogy holnap elkezdődik az új tanév az iskolákban. És kezd el te is a tanévet nálunk, ahol mi egy ilyen olyan iskola vagyunk, ahol nem azt tanulod meg, amire igazából sok szükséged nincs. Nem fogsz tudni olyan hűde nagy dolgokat azzal a tudással, amit a mai hagyományos iskolákban megkapunk, nagy dolgokat véghez vinni a világban. De azzal a tanulással, amit itt, azzal a tudással, amit itt kapsz nálunk, a mi iskolánkban, itt azt kapod, hogy hogyan legyél egyre jobb és jobb ember, és hogyan tudj másokat is egyre jobbá és jobbá tenni. És nagyon-nagyon bíztatlak rá, hogy kezd el. Köszönöm. Így van. Itt vagyunk egy néhányan vezetők, magas szintű vezetők itt a PPN Akadémiánál, és mindannyian meg tudjuk azt erősíteni, hogy Szerdőcsik Miklós jóval a többi tanító előtt jár,
tudatosságban, szellemi, lelki fejlődésben. 5,5 éve tanulunk itt, talán ezt be kell tudna tenni az első részünkbe is, tehát az eladás elejébe is, hogy mindannyian itt vagyunk, hát akiket én ismerek, szerintem ilyen több száz ember, illetve akiket ismerünk, több száz ember van itt, akikkel már valamilyen szinten beszéltünk, és mindenkinél azt látjuk, hogy azért is tanulnak itt, azért is követik a mesterünket, mert kit kövessenek, ha nem egy olyan embert, aki jóval a többi tanító mester előtt jár, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. Itt rengeteg olyan ember tanul, aki már részt vett különböző képzéseken, tanulnak külföldi mesterektől is, vagy például külföldön élnek, és úgy tanulnak külföldi mesterektől. Online már gyakorlatilag mindent meg lehet oldani. Mondhatjátok a világ legnagyobb elméjét, a világ legnagyobb neveit is mondhatjátok nyugodtan, akik töménytelen könyvet és könyvet írtak, vagy eladásokat tartottak, és mi azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy nagyon tiszteljük, becsüljük ezeket az embereket, tanítókat, de hogy tudatossági szintben és szellemi-lelki fejlődésben a mi mesterünk jóval ő előttük jár, az teljesen biztos. Viszont azt a díjmentes részből, hogyha te csak a díjmentes részt követed, akkor ezeket a dolgokat nem fogod megtapasztalni, mert a díjmentes részben csak információátadás van, nincs benne tudás és nincs benne módszer, hogy hogyan juss el valahova az életedben, lépésről lépésre kidolgozott módszereket nem ad át a mesterünk, azt csak a következő részben adja át a coach képzésben. Ezért én azt tudom neked javasolni, hogy ahogy a párom is mondta, holnap kezdődik ugye az iskola, szeptember 1-je lesz, és ez egy kiváló alkalom arra, hogy nálunk elkezd azt az iskolát, ami az életiskolája. Nem a hagyományos iskola, ami gyakorlatilag nem ad az emberek életében semmiféle olyan dolgot, ami 5-6-ra tudná vinni az emberek életét, sőt, mi több inkább visszafele felődnek az emberek tőle, sok esetben, legtöbb esetben. Ez pedig teljes mértékben helyre tudja rázni az emberek életét. És mi ezt megtapasztaltuk. Tehát miért kezd el? Azért kezd el, mert mi már itt vagyunk egy jó néhányan, nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek, és egyre többen vagyunk, világszerte, nem csak Magyarországon, hanem világszerte vagyunk egyre többen. És ez is egy nagy szó, ugye online vagyunk, és mindannyian megtapasztaltuk azt, hogy a mesterünk jóval a többi mester előtt jár tudatosságban. És nyilván nekünk sem mindegy, hogy kit követünk. Egy olyan embert, vagy olyan tanítókat követünk, vagy szedjük össze a tudás morzsákat a világ különböző tájairól, vagy különböző mestereitől, mikor itt egy helyen mindent megkapsz. Hozzátéve, hogy nagyon sok pénzért. Így van. Rámegy a gatyája az embereknek, a házokat ráfizethetik, és akkor lehet, hogy egy élet is kevés arra a tudás megszerzése, amit itt egy helyen megkapnak, gyakorlatilag egy pár éven belül. Én azt tudom javasolni neked, hogy ne halogass, mint hogy a gyerekeknek kötelező az iskolába járni. Ez nem kötelező, természetesen elkezdheted bármikor, abba hagyhatod, bármikor azt teszel, amit te szeretnél. Semmi se kötelező. De miért lenne ez egy tökéletesen jó apropó arra, hogy akkor te is elkezded ezt a képzést? Én azt mondom, hogy vágjál bele, nem fogod megbánni. Én azt javaslom, hogy mi azt tudtuk tapasztalni, hogy legalább egy olyan 5-6 hónapra szüksége van az embereknek, hogy átlássák, hogy milyen képzések ezek, mit ad az emberek életébe, milyen pluszt, milyen módszereket tanulunk. Van, akinek egy év kell, van, akinek kevesebb, de azt szoktam észrevenni, hogy egy ilyen 4-5 hónapra szüksége van az embereknek ahhoz, hogy átlássák. És felismerjék azt, és ráeszméljenek arra, hogy Atya Úristen, hát hol vagyok én? Tehát ez ilyen nincs más a világban. Tehát ezt az embernek fel kell ismerni. És azt csak úgy lehet felismerni, hogyha az ember ide jön tanulni, és folyamatosan halad a képzésekben, és nem hagyja abba. Igen. Igen, egy hónap nem elég a változásra. Így van. Egy hónap alatt nem tudunk olyan pozitív változásokat elérni magunkban, hogy annak tényleg már nagyon nagy látszatja legyen. Itt el kell fogadni, tudni kell azt, hogy nem egyről a kettőre fogunk változni,
vagy az életünk bármely területén nem csak így egyik napról a másikra már hű, de jó lesz minden. Itt egy fejlődésen megyünk keresztül, ahol meg kell éljük azokat a dolgokat, amiket megélünk, és itt olyan módszereket kapunk, olyan tudást kapunk, amivel szépen felismerjük, hogy hoppá, ez így nem volt jó, azt úgy kell. És mikor ezt szépen napról napra beépítjük az életünkben, így az majd, és akkor így majd szépen változnak a dolgok a pozitív irányban. Lehet, hogy néha fájdalmas felismerések vannak az embernél, de nem gond, de ez nincs ez a semmi gond. Az ember sokkal jobb, hogyha időben észreveszi, még hogyha fájdalmas az a felismerés, sokkal jobb, hogyha időben észreveszünk, mintha soha nem veszük észre. Egy, kettő. Lehet, hogy te hozzá, aki most nézed ezt a videót, vagy előadást, lehet, hogy te hozzászoktál ahhoz, hogy elmész egy egynapos tanfolyamra, vagy háromnapos tanfolyamra, vagy egy egyhetesre, vagy egy egyhónaposra, és rendbe rakják az életedet. Vagy azt a hamis ígéretet kaptad, hogy megnézel pár előadást, és akkor mondjuk rendben jön a párkapcsolatod. Hát ezt tudjuk igazolni, hogy ez abszolút hamis, téves elvárás. És ne hagyd, hogy abba az illúzióba kergessenek emberek, vagy tanítók, vagy előadók, vagy mesterek, vagy bárkinek is mondják magukat, hogy gyere, fizess be 200 forintot háromnapos képzésre, és akkor rendbe fog jönni a párkapcsolatod, vagy az önbizalmad, vagy ki fogsz tudni célokat tűzni, és meg fogod tudni helyesen valósítani. Ez egy téveszme. Ilyen nincs. Tehát itt szisztematikus, rendszeres képzésre van szükséged. Tehát az, hogy elmész valahogy egy tanfolyamra, az gyakorlatilag attól az életed egyáltalán nem fog megváltozni. Szisztematikusan ugye egy hetente kétszer vannak előadások, szerdán 6 órától és vasárnap 16:30-tól. Utána ugye vannak a képzések, a coach képzések, ami ugye most a szünet után fog majd következni. Erre van szükség az embereknek, ezt megtapasztaltuk, hiszen ugye mi is végigjártuk ezeket a szamállétrákat, vagy ezeket a köröket futottuk feleslegesen, mi is belestünk ebbe a csapdába. Futottuk a köröket feleslegesen, különböző helyeken, tanfolyamokon, képzéseken, könyveket olvastunk, stb. És mégsem mentünk 5-6-ra. Viszont mióta itt ide járunk, azóta nem hagynánk ki gyakorlatilag egyetlen egy előadást sem, mert tudjuk, hogy az életünket tesszük sokkal jobbá, és nem csak mi rólunk van szó, mi rólunk van szó gyakorlatilag, hanem a többi emberről, hiszen ugye mennyi ember kéri még vagy mennyi embernek van még szüksége ezekre a tudásokra, módszerekre. Tehát rengeteg ember küzdik az életében, és itt van egy helyen tehát megvan minden olyan megoldás, meg módszer, amire szükséged van az életed minden területén. Ezért én azt javaslom neked zárásként, hogy ne várj egyetlen egy percet sem, kezd el most azonnal. Ahogy az egyik magas szintű vezető szokta mondani, hogy nyugodtan menjél fel a netre, nyisd meg az internet bankodat, és utald el a tandíjat, ne várjál tovább vele, vagy ha nyitva van a bank, vagy nyitva lesz, menjél és fizess be, keress egy szimpatikus embert, egy szimpatikus PPA Nyílt Akadémia tanulót a Facebookon, segíteni fog neked abban, hogy hogyan kezd el. Jó, tehát, és akkor itt röviden be is fejezném. A szünet után önbizalomteremtő coach képzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részleteledben megtiszteltél minket, és akkor szeretnénk elköszönni tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük szépen!